Ha hazamegyünk, akkor vajon melyik városba robban ki valami? Melyik városba kell fel valaki és mondja azt, hogy hopp, én most megteszem, mert elég volt. És nem fogják tudni azt, hogy mikor történik meg. Még ma este, vagy csak holnap reggel, vagy holnap után, vagy megvárjuk el a 23-át. Ezt nem szabad nekik meghagyni azt, hogy biztosak legyenek benne. Rettegjenek ugyanúgy, mint amikor valakinek a végrehajtó elindítja a végrehajtást, és attól rettek, hogy melyik napon fog hozzá becsöngetni. Mikor tűzik ki az árverést? Ezt sem tudjuk biztosan, hát ne hagyjuk meg nekik, hogy ők biztosak lehessenek bármibe is, csináljuk az akciókat. És most ezekről a dolgokról Tatár József egy pár szót. Otthonvédelmi tanács szóvivője. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Én elsősorban a konszenzus kérdésében szeretnék néhány szót, néhány gondolatot elmondani. Ja, tudjuk azt, hogy Magyarországon a társadalmi konszenzus helyett a pártok konszenzusa működik, és a pártok egyeznek meg azokról az ügyekről, amit a társadalomban kellene igazán elrendezni. És a társadalomból ez a pártkonszenzus kiszorította a civil erőt, a civil összefogást. Megpróbálták tönkretenni, és az elmúlt egyed évszázad során azt hiszem, hogy jó alaposan meg is alapozták ezt a elítélendő dolgot. A legfontosabb dolog az, hogy néhány szót szeretnék mondani még arról is, hogy az elmúlt másfél évben az otthonvédelem kapcsán milyen események, milyen történések zajlottak le, és miért örülök azt, hogy itt vagyunk együtt, miért tudunk itt együtt a miniszterelnök házánál lenni, és az is fontos, hogy miért pont a miniszterelnök házánál állunk. Ugye sokszor halljuk, sokszor jönnek a levelek, hogy miért kell idejönni, miért kell zavarni valakit a magánéletében, az intim szférájában. Én azt mondom, hogy egy közszereplőnek mindent el kell viselnie, hogyha a nép elégedetlen, mert a közszereplőnek az a feladat, hogy a népért cselekedjen. Ha a miniszterelnök nem oldja meg a problémát, akkor itt a helyünk. 2007-ben Gyurcsány Ferenc is így járt, amikor nem volt megoldva a 2006-os események utáni gazemberségnek a háttere, a helyzete. Tudjuk pontosan, hogy mi máig nem oldódott meg, tehát 6 évvel telt, 7 évvel telt azóta, még mindig nem nincs megoldva. Hát most itt vagyunk. Az Orbán Viktor ház előtti demonstrációnak a lényegét pedig úgy tudnám összefoglalni, hogyha egy miniszterelnök kétharmados többséggel nem veszi észre azt, hogy a jogot kell alkalmazni az embereknek, hiszen a Kúria döntés óta tudjuk a devizahitelesek kapcsán, hogy már csak a jogot kéne alkalmazni a miniszterelnöknek, hiszen a törvényi felhatalmazás ott áll mögötte, akkor bizony azt meg lehetne tenni. Miután pártkonszenzus van, nagy valószínűséggel a választási kampányra játszanak, és úgy tolják ki ezt a határidőt, hogy közben embereknek a százai, ezrei mennek tönkre, lesznek öngyilkosak. Tehát azért vagyunk itt, hogy most legyen megoldva a probléma, és egy uzsorát nem fizetjük többé. Úgyhogy a konszenzussal kapcsolatban még talán annyit szeretnék elmondani, hogy az otthonvédő szervezetek többsége, amelyek összefogtak ebben a akár ebben a demonstrációban, akár a, most már azt mondhatnám, évek során a probléma megoldásában, nem jártak mindig ugyanazon az úton. Némelyek inkább erősen a jog felé próbáltak tekinteni, ott próbáltak megoldást keresni, mások inkább az erősebb utcai fellépést, a demonstrációt látták megoldásnak. Én azt gondolom, hogy most, hogy itt együtt vagyunk, mert látom azt, hogy itt van a Haza nem eladó mozgalom Kásler Árpád vezetésével, a Koppány csoporttól Balogh Béla itt van, az Otthonvédelmi Tanács, itt vannak Falus Zsoltnak a támogatói is. Azt gondolom, hogy a megoldáshoz közeledik. A társadalmi konszenzus úgy vélem elérkezett a devizahiteles kérdésben, ezt közös erővel és közös egyetértéssel meg kell most már valósítanunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.